Az első Béla gimnázium és műszaki középiskola, azaz a Volt Rózsa, elsősorban humán és műszaki beállítottságú diákok érdeklődését, illetve jelentkezését várja. Az első Béla gimnázium és középiskola, azt mindenki tudja, itt Szekszárdon, egy szakközépiskolából gimnáziummá átalakuló intézménytípus. Ebben az évben mind a két fajta iskolatípus osztályt, kettő gimnáziumi osztályjal tervezünk, és egy elektronikára épülő informatikai szakközépiskolai osztályjal. A gimnáziumi osztályban kettőbe 64 gyereket várunk. Itt az a specialitásunk, vagy a sajátosságunk, hogy a számítástechnikát az osztályban magas óraszámban, elsőbe 3,5 óra, heti 3,5 órában tanítjuk. A hiányzó fél óra, 4 órából, mert ez föltűnhet, hogy miért pont 3,5, az környezetvédelmi ismeretekre vonatkozik, ami úgy ítélünk meg, hogy az általános műveltségnek eléggé fontos része napjainkban már. Nem volt felvétel, végül is ezért is jöttem ide, mert megkönnyített a dolgomat, hogy melyik iskolába menjek, aztán könnyebb volt végül is, és ez alapján jöttem ide végül is. Kiknek tudnátok most ajánlani ezt az iskolát? A gimnazistáknak nagyon jó ez az iskola, és meg az elektrósoknak. Nagyon jók a tanárok, és az egész 4 éves és 5 éves anyag nagyon jó. A gimnáziumi osztályokban ezen kívül sajátossága lesz iskolának az, hogy az idegen nyelvek között súlyban választani lehet. Lesz egyik nyelvet első idegen nyelvnek lehet választani, aki például a németet választja első idegen nyelvnek, az azt első osztályba heti 6 órába, másodikba 5-be, aztán 4-be tanulja. A harmadikban, negyedikben nyilván a fakultáció alapján ehhez még választhat. Ez azt jelenti, hogy ezt a nyelvet magas óra számba, és hát remélhetően csoportbontásba fogja tudni tanulni. A remélhetőleg itt arra vonatkozik, hogy nem tudjuk még, hogy milyen pénzügyi megszorítások lesznek, de ha lesznek, akkor az úgyis minden iskolára vonatkozik. Szerettem régen mindig szerelni, és hát ezt a szakma tetszett meg a legjobban. Szakközépiskolánál visszatérünk, most 2 évig nem indítottunk szakközépiskolát, visszatérünk tulajdonképpen az elektronika tájékára úgy, hogy egy olyan iskolatípust indítunk, amelyik nagy mértékben épít az elektronikára. Elektronikára épülő informatikai képzésnek nevezzük, ez világbanki program szerint működik, ami azt jelenti, hogy ebbe az osztályban is nagyon jelentős lesz a közismereti tárgyaknak a szerepe, a magyaré, a történelemé, a matematikája, a fizikája és minden másé is, és azon kívül magas az idegen nyelvnek az óraszáma. Ide biztos, hogy olyanoknak a jelentkezését várjuk, akik a matematikával is meg tudnak küzdeni, az idegen nyelvhez is éreznek annyi erőt, hogy azt is meg tudják tanulni, és a közismereti tárgyak mellett az informatikának ezt a két szakmai oldalát is el tudják sajátítani. Tehát ide nyugodtan mondhatom, hogy ide azért a 4-esnél jobb tanulók azért elsősorban. Most én nem mondom azt, hogy nagyon jó akaraterővel rendelkező gyerek nem tudja megtenni azt, hogyha nincs meg ez az eredmény, de nagy erőfeszítéssel megmutatja, hogy itt is meg tudja tartani a korábbit, akkor nem lesz eredményes, de hát mégiscsak sikert inkább annak ígérhetünk, aki valahol a 4-es fölött van. Most a gimnáziumnál ott egy kicsit vegyesebb a kép, ott is azt mondjuk, hogy nyilván a jó tanulókat várjuk, de hát annyi jó tanuló nincs az általános iskolában, mint ahány gimnázium meg szakközépiskola indul a megyébe, ezért mi azt mondjuk, hogy gimnáziumban azokat a tanulókat várjuk, akik valamelyik szakcsoportból, valamelyik tantárcsoportból igazán jó tudnak teljesíteni, még ha másikból mondjuk kicsit szerényebb is a fölkészültségük. Most ez a szerényen nem a kettest értem azért. Tehát azt mondom, hogy ha valakinek magyarból, történelmből, idegen nyelvből 4-esei, 5-ösei vannak, de hát a fizika, a matematika vagy a kémia táján előfordul neki egy-egy hármasa, azért ez nem tragédia, hiszen nem kell mindenkinek minden tantárgyból kiválónak lenni, vagy fordítva is igaz, hogyha matematikából, fizikából, biológiából vagy kémiából érzi magát erősebbnek, abból van nagyon jó eredménye, de valamilyen módon ott vagy a helyesírásnál, vagy az idegen nyelvnél apróbb kis gondok vannak, még egyszer mondom, az apró gondokon 1 vagy 2 3-ast értek, az tulajdonképpen még azt jelenti, hogy annak még van helye az iskolában, hiszen, még egyszer mondom, az a döntő, hogy legyenek megfelelő alapjai, és legyen megfelelő akaratereje ahhoz, hogy ő ezt az iskolát el akarja végezni.
Fölvételi vizsgát nem tervezünk, azt hiszem, hogy reálisan az idei végzős osztály létszámokra, 8. osztályos létszámokra és a középiskolai kínálatra rátekintünk, akkor azt hiszem, hogy reálisan nem kell fölvételivel számolnom. Én azt hiszem, hogy ha lesz is túljelentkezés bárhol, akkor azt az általános iskolai eredmények alapján, az előbbi szempontok szerint minden iskola, de mi nyilvánvalóan annak alapján akarjuk majd eldönteni.